Kiállításunk célja az, hogy ebben a láthatatlan környezetben önök is megtapasztalják, hogyan boldogulnak látássérült embertársaink a számunkra természetes vizuális világban. Hallgatunk, tapintunk, szagolunk. A látás most nem segíthet. A teljes illúzióhoz már csak arra van szükségünk, hogy kicsit visszacsöppenjünk az előző századok nosztalgikus paraszti világába. Jöjjenek, tartsanak velünk! Egyszer régen, nagyon régen, de csak 200 évvel ezelőtt élt egy család valahol egy Szeged melletti tanyán. Szép kis család voltak ők, apa, anya, meg az egyszem gyermek. Az asszony szép menyecske volt leánykorában, nem csoda, ha a legény egyből beleszeretett. Pedig csak ritkán látta a szemre való fehér népet, reggel s este, mikor a kútra ment egyszerű ruhájában. Elnézegette a lányt, amint bőújjú vászonblúzában és kékfestő rokolyában igyekszik vízért a kútra, kikilépve papucsából. Meg lehet fogni egymás kezét, és akkor el kellett indulni a hangok irányába, mert asztalhoz fogunk érkezni, az asztal előtt fogtok megállni mind a hárman. Az lenne a feladat, hogy ezeket a darabokat rá kell helyezni az asztal jobb és bal oldala mellett található egy-egy bábúra. Az, amit te fogsz, az vajon mi lehet? Meg tudod-e állapítani tapintás alapján? A kugács. Azaz, kucs. Az asztal mellett, hogyha jössz egyet is Varják,
Mind a kettő ugyanolyan. Szerintetek ez miért? Így készítették ezeket. Mindenki megpróbálta megemelni ezt a vasalót egy picit fejlett. Hogy milyen nehéz. Képzeljétek el az asszonyoknak, micsoda nehéz dolgokat.